Most nem kisebb előadó érkezik rövidesen a színpadra, mint az énekes basszusgitárosok gyöngye, az első megasztár férfi hangja, a Gáspár klán egyetlen hallgatható tagja, Gáspár Laci! A dal mindenkit felemel, bármilyen közegből is indult. Róla mindenki tudja, hogy honnan indultam, hogy milyen mélyről kellett kitörnöm. Nyomjad, tesó! Na, hát erről beszélek. Nyomjad, tesó! Elvakít a fény, a megabazár, és úgy áll a séró, ahogy kivett a zágy. Családban néha rám tör az űr, ütemre húzza mindenki hegedűr. Harmadik helyre beértem, de jó vagy! Levert egy súlyos lány, régebben fényes lagzikból éltem, bazi nagy volt néhány, győzi a szállás párok útján, hát ezzel élni nehéz. Ó, oh, ha te vagy az észtes, a húsz lemez után, vedd észre ki a zené. Frenetikus érzelmeket varázsoltál nekünk ide a stúdióba, Laci. Lássuk, hogy értékeli a zsűri? Nekem azt tetszett nagyon, ahogy a DJ kolléga látványosan eladta a semmit. Sosem értettem, mi szükség van rájuk a bandában, meg úgy egyébként. Hát nagyon jó haverom, és még sosem járt svédbe. Őszintén szólva nem hiszem, hogy ez elég slágeres a győzelemhez. Nem a Svédországban nem elég, de még Malmöbe se. Ez nagyon jó volt nekem, nagyon tetszett. Akkor ne is szaporítsuk a szót tovább, lássuk a pontokat. Csiszár Jenő 5 pont, Rákai Philips. Úgy látszik, Philipsnél megint egy kis technikai malőrakat, úgyhogy Laci pontszámait a Teletex 625. oldalán láthatják feliratozva.